Zsitján Tamással beszélgetek, aki megnyerte a második Horgász Klub Féder kupát. Tamás, először is gratulálok ehhez a szép eredményhez. Ugye legutóbb már a országos bajnokságon is a dobogó kapujában kopogtattál, és hát most sikerült egy nagyon szép első helyezéssel ezen be is lépned. Mi volt, ahogy te meg, hogyan élted meg ezt a versenyt a mai nap? Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Valóban egy nagyon nagy versenyen vagyunk túl. Azon kívül, hogy utolsó állomása volt az idei ranglista versenysorozatnak, és ez már önmagában a verseny rangját is, nehézségét is megadja. Most emellett még extrém időjárási körülmények, a halak gyenge kapuk, ezben még párosult, így valóban egy nagyon erős taktikus versenynek voltunk részvevői. Ha már itt szóba hoztad a taktikát, mi volt az a taktika, amit te kitaláltál és sikerrel alkalmaztál a verseny során? Már az OB-n is próbálkoztunk egy olyan csapattársammal, a barátommal, a csapattársammal próbálkoztunk egy olyan, amit talán egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy pontyozás közben fogjuk meg a kárát, de ember a többiek, ahogy látom a horgászatot, hogy a kárátozás közben fogják meg a pontyot. Mi az előbbit választottuk, már akkor is nézett, hogy sikeresen tudjuk ezt alkalmazni. Sajnos ez a vasárnapi félforduló nem sikerült, viszont egy kicsit hozzáigazítva lehűlővíthez a magát, a vezetőanyagot, a taktikát, az eredmény bizonyítja, hogy működött a dolog. Igen, hát érdekes volt, hogy az első nap ugye szélső helyet sikerült húznod, onnan is fölényesen tudtad nyerni a szektort, ugye akkor még mondhatták azt, hogy hát igen, azért Fortuna kezel közbeszólt, szélső helyről illik nyerni, stb. Ismerjük ezeket a dolgokat. Viszont én most a második fordulóba abszolút nem a szélére került, hanem beültél a közepére, és itt is azért szerintem, ahogy én láttam, elég kimagasló volt a fogásod. Minek köszönhető ez, hogy mind a két nap nagyon súlyos kilogrammokat tudtál ráverni a többiekre? Hát valóban az első nap egy szélső pályán volt, egyenes helyen ültem. Többekkel beszélgettük, amikor kiúsztam a számot, hogy hát igen, szélső pálya. Hát igen. A szélső pálya az mindig szélső pálya, mert így van, kétségek között ültem le, hogy ez vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Sikerült rajta egy sektor egyet elérnem, tényleg nagyon vissza a pályához mértem, sok hal volt előttem, és így sikerült egy sektor egyet is, egy pálya egyet is elérnem vele. Még a mai napon, szintén ugyanebben a szektorban, és ha már Fortunát említettük, most annyira volt velem, hogy ugyanennek a szektornak csak a belső felén ültem, szektor szélsőként, ahol azt mondtam, hogy inkább, ha már az a főső 40-es hely környékén biztos voltam benne, hogy onnan fog kikerülni a szektor egy. Nyilván azóta változtak az időjárási körülmények, a félirány, a gondolok itt az áram, víznek az áramlása, teljesen más pályára ültünk le ma horgászni. Viszont már a korábbi gondolatban is említettem, hogy amikor mi úgy döntöttünk, hogy pontyozunk, és közben megfőjük a kárát is, most ezen a pályán igazából jellemzően a ponty, illetve a törkarcsa volt a fogható fal, de elvétve egy-két kárát esetben, de nem volt jellemző, de tényleg a jellemző halak a ponty és a törkarcsa volt. Erre tudom, lehet, hogy sokan vagy többeknek ez furcsán fog hangzani, hogy mi egy halas etetőanyagot állítunk össze. Igazából ezzel nagy titkot nem árulok el, hiszen mi tavasz őszig valamilyen mértékben mindig teszünk halas alapanyagot etetőanyaghoz. Nyilván ezt mindig az adott évszak kell hozzáigazítani, nyilván más felhasználó tovább, illetve adalékanyagok, hogy be lehessen lőni. Nagyon érdekes volt, amikor legelőször horgáztam Matyérem tavaly éppen ugyanígy ősszel, akkor én megpróbáltam, szintén a pénteki napon tényleg jó tapasztalataim voltak vele, de bár a fordulók alatt egyáltalán nem működött. Nyilván akkor rá kellett jönni, hogy mi miatt nem működött, de Matyére is úgy néz ki, hogy szereti a halas etetőanyagot a hal. Igen, ez azért is érdekes, mert ugye sokan valóban nevetnekségnek gondolták azt, hogy egy ilyen versenyen valaki hallisztes etetőanyaggal leüljön egy olyan pályán, ami azért jellemzően, vagy hogy, tehát, hogy nem egy intenzív vízre ültél le egy halas etetőanyaggal. A halak nagy része ugye itt is telepítésből származik, tehát nem őshonos állományra kellett horgázni. És egyébként elmondom, hogy így többen a versenyzők körül, akik hallották, hogy milyen szépen fogod a halakat, úgy elgondolkoztak, hogy hát lehet, hogy hiba volt a hallisztes kajákra nem rápróbálni az edzések során, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt idővel a Matyéren is fel fog értékelődni ezeknek a hallisztes etetőanyagoknak a szerepe. Én ugye nagyon sokat beszélgettem ott veled, figyeltem a horgászatodat, és egy nagyon jópofa módszert dolgoztál te ki egyébként erre a pontyozásra, mert szerintem aki ismert benneteket, tudja, hogy ti a pontyozásban nagyon otthon vagytok. Mi volt ez a technika, ez a metódus, amit te kitaláltál arra, a pontyokat meg tud fogni? Világos. Tehát alapvető gondolat, hogy ahogy kijött avaszta az új Féder szabályzat, ahol megtiltotta a úgymond betós Féder alkalmazását, és az előkehoz 50 cm-ben minimalizálta. Na most ez az előkehoz a ponty horgászatát nagyon megnehezíti. Tehát 50 centis forog előkével
lehet fogni, valóban vannak olyan esetek, ahol elkéri az 50 centit. De ez úgy gondolom, én véleményem, hogy ez ritka alkalmak egyike lehet. A rövidebb előkével sokkal eredményesebben tudunk pontyozni, tapasztalatom szerint. Tehát meg kellett oldani azt, mivel az előkének 50 centinek kell lennie, szabály el kell fogadni. Tehát ha a hegy nem megy, Mohamed megy a hegyhez alapon, akkor a kosarat tesszük közelebb a hoz, és erre a nemzetközi, illetve a hazai szabályzatban is javasolt végszereléket alkalmaztuk, illetve egy csepp kosár, ahol ott egy drótos kosarat említ az ajánlás, mi ezt egy csepp kosárra cseréltük ki, és ebben használjuk a tetetőanyag, és vissza, amikor be van gyúrva a tetetőanyag, az oldalába beleillesztjük a csalit. Tehát próbálunk egy olyan állagot tartani, hogy még így is érkezzen le a fenékre, és nyisson ki, hogy tényleg a kosár közvetlen közelében kínáljuk fel a csalit. Ez a pontyozásnál egy nagyon fontos kritérium, hogy eredményesen tudjunk horgászni. Én is láttam egyébként több versenyzőnél is már ezt a szert, és valóban hatékonyan működött. Nyilván már ez nem mostani találmány, a már említett OB-n alkalmaztuk ezt először, beszélgettünk róla, hogy milyen eredménnyel, tehát ott már azért nagyon sok minden dolog kiforrott ezen módszer kapcsán, hogy is lehet ezt megoldani, és ez őszhöz még egy pici hangolás kellett mindezetes anyagban, a horog méretet egy mérettel, sőt kettővel is lejjebb kellett venni az OB használtát, azért már nem nyári halra horgáltunk, jóval értékenyebb a hal, jóval kevesebb volt hajlandó táplálkozni, mint a nyáron. Milyen szereléket használtál egyébként horgászbot tekintetében, pikkerbot, könnyű féderbot? Zsinórvastagság előke, horog méretet. Horgászbotján van az Byron 3 méteres, 3-12 g dobósúlyú pikkerbotok. A főzsinórom az 18-as, a horog előkém az 14-es, és 14-es méretű horgot használta. Igen, tehát végül sokkal nagyon nagy reszkét azért nem vittél bele, tehát nem végletekig finomítottál, de azért finom szerelékkel horgáztál, viszont ehhez mérten egy nagyon könnyű lágy bottal is, amivel a megugró pontjukat simán meg tudtad akkor állítani, nem kellett attól tartanod, hogy ugye a kemény bot miatt elszakítják a vékonyabb szereléket. Nyilván, tehát a finomítás az észszerűség határain belül kellett, hogy történjen, hiszen azért pontjokra horgáltunk, 80 dekától, fél kilótól, 3 kilóig terjedő súlyban fogtuk ezeket alakat, nyilván ettől lejjebb már bátorság lett volna, úgy gondolom, lejjebb menni. Lehet, hogy éppen lejjebb is lehet menni, én úgy gondolom kapásszámban nem hiszem, hogy több lett volna, viszont sokkal nagyobb a kockázata a fárasztásnál. Mivel csalisztál a verseny során? Majd mondhatom, hogy majdnem kizárólag végcsontival horgáztam, de most ennek a száma az változott az a 2-től 4-ig, 2-3-4, éppen megérzés szerint 2-3, illetve 4 csontival horgáztam. Megpróbáltam a tűzőszúnyogot is, igazából nem volt rá radikális változás, sőt, inkább a hétfelétlenül lecsipegette az apró keszeg, még a csonti az ott maradt a pontyoknak. Érdekes volt egyébként a horgászatodban, hogy az etetőanyagodhoz abszolút nem került sem csonti, sem kukorica, sem semmilyen darabosabb dolog. Míg más versenyzőknél láttam azért, hogy adagoltak hozzá kis szúnyoglárvát, egy kis csontit, és úgy küldték be. Már tisztán ez a lisztfinomságú natur etetőanyag volt, aminek a közelében pedig ott volt ez a 2-3 szem csontkukac. Tehát, hogyha érkezett egy pontja, akkor valószínűleg, hogyha darabosabb dolgot akart fölkapni, akkor semmi más választása nem volt, mint hogy a horgot kellett, hogy fölvegye. Úgyhogy lehet, hogy ez is hozzásegített ahhoz, hogy az a beúszó pontyok azok odaúztak, akkor biztos, hogy fölvegyék a csalidat. Igen? Igen, igazából magával a kérdésre megadtad a választ, hogy, hogy nem volt benne, és igazából nem is kellett, tehát ezzel, mivel nem állt be az etetésre hal. Tehát egy napon sem volt jellemző, hiszen az ember fogott egyet, ne találkozott egymás után a búzsasor mellől, és jellemző a búzsasor mellől lehetett most a halat megfogni. Középtáv még néhol csak-csak működött a kinti 7-8 vagy 10 méteres peta egyáltalán nem működött, végig a bújásor mellett horgáztunk, és hát ezeket úgy, ahogy mondtad, ezeket a beúró halakat kellett megfogni. Nem szerettem volna jól akadni nagy mennyiségű élőanyaggal, illetve szemes anyaggal, nem is kérte el igazából a hal, azt a néhány vándorló belső halat, ami még tényleg hajlandó volt táplálkozni, kellett megfogni. Nyilván ez egy nagyon finom őrlésű, levülővízre alkalmas, hallisztes etetőanyagot alkalmaztam, amivel tényleg darabos szemcsét csak egyetlen egyet találta a hal, ami a holgon volt. Jó, Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó utat kívánok neked hazafelé, és hát remélem, hogy jövőre minél több rangista versenyen találkozunk majd veled, és hát Csabával is, aki most ugye nem tudott eljönni a csapattársad, mert egyéb más elfoglaltsága ezt nem tette lehetővé, úgyhogy jövőre akkor találkozunk ismét, addig pedig jó vadászatot, mert ugye